Sziasztok! A mai adásban technikezni fogunk, méghozzá igencsak egy újdonságot nézzünk meg, ami 2024. januárjában jelent meg, és ez pedig nem más, mint a 42-165-es tételszámú Mac LR Electric szemetes vagy kukás autó. Ugye az unboxingnál említettem, hogy eléggé érdekes, hogy egy amerikai kukás autót tudunk Európában megvásárolni, nyilván Legóba játékból, szóval nem kell ilyen mélyre menő dolgokat hozzátenni, csak mégiscsak furcsa, hogy egy amerikai piacra gyártott dolog Európában is ugyanúgy van, és ez amúgy tök jó, hogy nincsen ennyire szétbontva a piac, hogy mondjuk az ázsiai, tehát ezeket a holdújé, meg összes ilyen sárkányi, meg ilyesmi készletek ugyanúgy megvásárolhatók az egész világon, és nem csak Ázsiában, hanem Európában is, és ugyancsak ez igaz az amerikai piacra szánt dolgokkal kapcsolatban, hogy ugyancsak mi be tudjuk szerezni. Szóval maga a készlet az 503 elemből épül föl, és ugye licenszelt termék, a Mac ez tartozik, a licenszelés. Az is egy érdekesség, hogy már korábban adtak ki egy Mac-es készletet a Legónál, ez pedig 2018-ban volt, szóval nem is olyan régen. És csak így fontosnak tartottam kiemelni, hogy azért már volt ezzel a terautógyártó céggel már együttműködése a Legónak. Amit viszont mindenféleképpen meg kell említenem, hogy a videóhoz a készletet pedig a Kockashop biztosította. No, a doboz egészen kompakt, nagyon kényelmes méretű, mind az 503 elem nagyon kényelmesen elfér benne. Ha megnézzük hátulról, akkor éppen így a szeméttérnek így az ürítéset tudjuk megnézni, illetve kiemelik a funkciókat is benne, tökéletesen egy információt kapunk. Egy egyes méretarányban pedig a kereket kapjuk meg, ami egy nagyon jó kis referenciapont. Ami érdekes volt számomra, hogy ez a kukás autókészlet már belső papírzacskókkal érkezett, és ez egyfelől tök jó, másfelől viszont van egy olyan probléma ezzel, hogy ezek a zacskók nagyon merevek, és amikor beledobja a gép a doboztartalmat, akkor most sokkal, hogy mondjam, veszélyesebb az egész operáció, mivel eddig ezek a műanyag zacskók azért egy kicsit jobban tudtak alkalmazkodni a körülményekhez, azok gyűrődtek inkább. Most ezek a papírzacskók annyira merevek, hogy mondjuk az összerakási útmutató és a matrica ív gyűrődik, hogyha nincsen jól helyezve. És ennél a készletnél pontosan ez történt, hogy meg volt gyűrődve a füzet egy picit, de a matrica ív a sokkal jobban. És a füzet alatti gyűrődés nem azt képzeljétek, hogy így össze volt izélődve, teljesen így gubózódva, hanem csak így nagyon furcsa szögbe volt. Ez a kisebbi probléma, ezt túl lehet élni. A matrica ívnél viszont két matrica így le volt jöve, rá volt ragadva az egyik félig a füzetnek a lapjára, azt ki kellett tépni, jött vele papír, meg minden, bármennyire óvatosan próbáltam kiszedni, és nagyon féltem, hogy nem fog felragadni. Szerencsére rajtam maradt a Legón, a Lego elemeken a matrica, bár nem fűztem túl sok reményt hozzá, de ez a jövőben egy érdekes kérdés lett föl számomra, hogy ezen túl lehet, hogy a matrica híveknek az elhelyezését egy kicsit jobban végig kell gondolniuk, és nem csak így beledobni a dobozba, mint ahogy eddig csinálták, mert mondjuk, hogyha eddig egy műanyag zacskóra rálapadt, akkor hát le lehet szedni könnyen, azzal nincs baj, maximum a matrica tudott elszakadni rossz esetben. Viszont itt a füzettel együtt, mert minden együtt így tépődik minden, és nem tudom, elég gáz. Szóval sokkal jobb, hogyha mondjuk egységesen mondjuk így az első oldalhoz be lenne tűzve a matricaív, és onnan ki tudod venni, és akkor nem is az van, hogy keresgetni kell, hanem hozzá lehet szokni, de mindenféleképpen ez szerintem még későbbiekben probléma tud lenni, hogy ezek az új papírzacskók eléggé merevek azért, és okozhatnak ilyen problémát. És már megint nagyon sokat beszéltem erről a topikról, szóval időszerű lenne tovább evezni az összerakási útmutatóhoz, ami egy teljesen korrekt füzet, nincsen benne semmi háttérinformáció magáról, az eredeti kukásautóról, vagy hogy miért fontos az, hogy ez a kooperáció, vagy koprodukció, vagy ez a Mac-es termék létrejött.
Igazándiból tényleg egy ilyen playsethez méretezett dologról beszélünk. És akkor magunk elé rántom a kukásautónkat, aminél amúgy a matrica íven eléggé sok matrica van, de hát ez megbocsátható, mivel ez mégiscsak egy ilyen kisebb technik készlet, és elfér rá a dekorálás. Arra gondoltam, hogy érdemes mondjuk kicsit kontextusba helyezni ezt az egész kukásautós dolgot, meg hogy hogy jutunk ide, meg hogy ez miért lényeges dolog. Egyfelől a LEGO cég szempontjából ez is egy tök jó ilyen marketinges fogás, hogy most állnak át szinte minden csomagolásnál arra, hogy környezetbarátabb legyen, meg hogy ugye a papírzacskók is már leváltják a műanyag belső zacskókat, és ez tényleg most januárban volt annyira kézzelfogható újdonság, hogy tényleg nagyon sok készletet bontottam ki mostanság, és nagyon sok volt már a papírzacskó benne, és ehhez pedig tök jó egy ilyen zöld téma, ami nem más, mint az elektromos autóknak a közönséggel való megszerettetése, és például ez tökéletes ahhoz, hogy egy elektromos kukásautót így jobban elfogadjanak az emberek. Ugye ez egy amerikai cég, a MEC, és így gondoltam, hogy eredeti kukásautót hasonlítsuk össze így egy kicsit az európai kukásautókkal, vagy legalábbis a magyar viszonylatta, hogy tudjuk kontextusba helyezni az egészet, mert nem tudom, engem érdekelt. És nagyon vicces, hogy annyira mélykutató munkát nem raktam bele, de hogy ha a kukásautót beírod Google-be, akkor mit ad ki, ugye, Dash-t és a nagyon jó számát, ami tényleg nagyon jó és nagyon szeretem, de hogy egy kukásautó specifikáció FKF oldalá dobja ki, ők a szeméttömörítés módjai alapján kategorizálják két kategóriába, de nem derül ki különösen specifikáció. És akkor feldobta a Mercedesnek az oldalát, amin meg lehet nézni teljesen, mint hogyha egy autót vennél, egy személyautót, a kukásautóknak így a specifikációit, és ott kiválasztottam egy ilyen háromtengelyes csodát, ami ugye ennek a valódi kukásautójával így megfelelő méretben. Ez is egy háromtengelyes dolog, viszont a kiválasztott Mercedesem az dízel, ez pedig ugye elektromos. És ami az elektromos járműveknél egy nagy nehézség, ugye, hogy kimondottan nehezek tudnak lenni az akkumulátorok miatt, ami ebben az esetben itt található. Ugye az akkumulátor technológia az még folyamatos fejlődés alatt áll, rajta nagyon közel állunk már elmeteg ahhoz, hogy sokkal rövidebb töltésidejű és sokkal jobb teljesítményű aksik legyenek, amiknek esetleg kisebb is a tömege. És mondjuk egy ilyen nagy ter járműnél is elég fontos tud lenni, hiszen hát mégiscsak ennyivel kevesebb vagy több fordulót kell megtennie. No, ez a óriási nagy dög elméletileg, és akkor most puskázni fogok, szóval a Mercedesnél, amit kiválasztottam, háromtengelyes kukásautó, az így nagyjából 25 tonnás, majdnem 26 tonnás maximális ösztömeget engedélyez, tehát a szeméttel mindennel együtt, és így külön nem írják le, hogy mennyi a hasznos tömeg, a hasznos teher, amit magával vihet. Ezzel szemben a MEC kukásautónk az összesen, tehát az ösztömege az 29 tonna, szóval majdnem 30 tonna, itt van egyből egy jó kis, majdnem 5 tonnás különbség, és a MEC oldalán kiírják, hogy nagyjából 11 tonna hasznos teher, amit magával tud cipelni. Szóval szerintem az egész jó aránynak hangzik így laikusként. További érdekesség még ezzel az elektromos kukásautóval kapcsolatban, hogy emeltek 2 óra alatt fel lehet tölteni az aksiját, 4 darab aksi van benne, és 2 elektromos motor hajtja, és nagyjából valami 160 km-es hatótávja van munkakörülmények között, szóval nem az, hogy idézőjesen kimegy az országútra, aztán megy a végtelenségig, és akkor úgy tud 160 km-t megtenni, hanem úgy, hogy közben üríti a kukákat, meg utcáról utcára megy.
Szóval elég érdekes, hogy hol tart így a technológia. Ami viszont így európai szemmel nehezen értelmezhető szerintem, hogy ugye a szemetet azt így oldalról eszi meg a kis kukás autónk. Viszont ez egy nagyon jól működő és egy nagyon kompakt kis technik konstrukciót kapunk. És akkor ezzel pedig áttevezzünk így a Lego modellre, most ezzel lezáródott már a valóságban lévő teherautónk vagy kukásautónk, és most teljesen a Legóra összpontosítunk. Tehát egyből így a legizgalmasabb dologgal kezdjük, az pedig ez a szemétfelemelő kis rendszere. Ugye liftarmokkal van a legalsó része kialakítva, van benne egy csomó fogaskerék, meg gumis alkatrészek, még egy kis gumit is el kell rajta helyezni, hogy visszarántsa a kiindulási pontra. Tehát nagyon szépen oda tudunk állni a kis kukánkhoz, rá tud fogni. Ugye itt ilyen gumis összekötő elem van, aminek köszönhetően van elég tapadás, hogy fel tudjuk emelni a kukát, és így bele tudjuk önteni a szemetet, utána pedig szépen visszarakjuk a talajra. Ezután pedig még tudunk egy kicsit állítgatni is rajta, hiszen ha megfordítjuk, akkor itt a túloldalon látható, hogy van egy narancsárga kis kar, amivel át tudjuk váltani. És hogyha ezt elfordítjuk erre az irányba, akkor pedig ledönti a szeméttároló részt, és így kijönti magából a szemetet, és a hátsó kis ajtaja, az pedig lifeg, az nincs így jobban rögzítve, szóval ki tud esni belőle a szemét. Ugye vissza tudjuk zárni, mostanában pedig, hogyha megint szeretnénk szemetet rakni bele, akkor ugyanúgy tudjuk használni a kis kart a másik oldalon. Aztán még a másik funkció benne, hogy kormányozható a modell, azért ez egy eléggé alap dolog, ami tök jó, hogy ugyanúgy kialakításra került, hiszen enélkül nem lehet a kukát becserkészni és levadászni. Maga a kuka eléggé böszme nagy bög, ilyen Super Mario-s készletekből lehet ismerős, hiszen azt hiszem a Toadoknak, ami magyarul nem tudom milyen szereplő, azoknak a fej része, csak sötét szürkében, és akkor ilyen piros és kék kis tájlokat raktunk bele, és ez az újrahasznosított szemétben, hiszen itt a szemét is újrahasznosított, nem ám, hogy sima kommunális szemetet szedünk vele össze. A kukásautó felépítésére rátérve, ugye van egy vezetőfülkénk zöld színű ülésekkel, nincsen kis külön kormánykerék, mivel eléggé pici így az egész fülke, meg az egésznek a méretrányai, szóval nem is mondom azt, hogy ez egy ilyen probléma lenne. Van visszapillantó tökrünk, ami ilyen ezüstös tájlal van, ez tök jól áll hozzá, illetve van fekete ajtunk, ami viszont kinyitható. Ez nagyon szimpatikus kis funkció benne, hogy ki lehet nyitni még ezeket az ajtókat is. Aztán, ahol a kormányzást tudjuk eszközölni, itt ilyen szürke alkatrészek vannak, elméletileg, ha jól tudom, itt vannak az akkumulátorok, pontosabban itt is vannak akkumulátorok a járgányban. Aztán, ha haladunk hátra, ugye van itt ez a eléggé magas felépítmény, ahova bedönti a kukát a szerkezetünk. Ugye itt azért is jó, hogy ennyire magas, hogy elfért alatt a kényelmesen a technik szerkezetünk a sok kis fogaskerékkel. A szemétnek a csúszdája, egy kis lejutási íve, az pedig szlópokkal van kirakva. És akkor maga a szeméttároló konténer rész pedig tényleg egy ilyen eléggé kis szabályos kis téglatást, eléggé sok hely van benne, ilyen nagyobb panelelemekből áll, nagyon jól mutatnak rajta a matricák, tele van narancsárga kis lámpákkal, nyilván azok nem égnek, hanem csak azt szimbolizálják, és átulján ez a kis lifegő ajtó is tök jól mutat. Igazándiból nagyon korrektán kialakították az egészet, tök jól néz ki, és szerintem tök szerethető modell, mondjuk annak ellenére, hogy Magyarországon ilyet soha nem fogunk látni, mert ez tényleg egy amerikai jármű minden tekintetben. És igazándiból szerintem ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Remélem érdekes volt nektek, nem csak a készlet, hanem az a néhány kis plusz információ, amit összetudtam így gyűjtögetni nektek. Tényleg egy csak ilyen laikus szemmel mentem utána, annyira nagyon-nagyon sok energiát nem fektettem bele a kukásautók tanulmányozásába, mert elnézést, hogy a szakmabelieknél
szemet szúr az, hogy valami butaságot mondok, előfordulhat, Legónál is tudok nagyon otromba dolgokat mondani néha, de azért van, meg a Star Warsnál is, de ezért tök jó, hogy ti, a nézők, néha nagyon sok dolog. De ezért tök jó, hogy ti, a nézők, egyes szakterületeken sokkal nagyobb tudást halmoztatok föl, mint mondjuk én, és kommentbe ki tudtok javítani, hogyha tényleg valami tényleg nagyon-nagyon buta dolgot mondok, szóval, ja. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkold be, és ha még nem tetted meg, akkor pedig iratkozz fel a csatornára. Hamarosan találkozunk egy másik adásba. Sziasztok!